Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi fontos most számodra, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetet itt ez a torony mutatja. Te úgy érzed, hogy minden összeomlik nálad, vagy nála, vagy mindkettőtöknél. Emiatt vannak félelmek, bizonytalanságok, hiszen nem tudod azt, hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok. De ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor az másképp néz ki. Itt látható, hogy az egyik alak ugyan lefele mozog, illetve leesik a toronyból, elveszíti itt a koronáját, de ez a hölgy, ez kapaszkodik a felhők felé, és itt megvan az égi hatalom, a segítség. Tehát ezek a változások most nagyon fontosak. Minden úgy történik, ahogy a sors könyvében ez meg van írva. Ezt őrzi itt a fő papnő. Tehát nem tudod elkerülni a dolgokat, minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt lesznek változások, de ne lefele tekints, hanem felfele. És figyelj oda az égi hatalomra, erre a segítségre. Itt látható, hogy lesz egy új kezdet, hiszen ez a fiatal férfi a kezében tartja ezt a botot, ami jelenti a tűz elemét. Ez aktív, ez utal a lelkesedésre, egy új kezdetre, jelenti a bátorságot. Lehet, hogy ez a te helyzetedre utal, hogy nálad lesz egy új kezdet, vagy jelentheti a lelki társadat is, hogy ő veszi kezébe a dolgokat. De először még odafigyel erre a fára, hiszen meg kell ezt még ismernie, és utána tesz lépéseket irányodba. És itt látható, hogy miről van szó. A kezében van ez az arany kehely, ami utal az érzelmeire, kimutatja az érzelmeit, de olyan kis lépésekkel közeledik hozzád, mert ő még bizonytalan. Itt vannak nála még fájdalmas emlékek a múltból, itt jelenti ez a kártya a korlátozásokat, hiszen megvannak nála a félelmek, fél attól, hogy ez újra így lesz, és újra lesznek ezek a fájdalmas emlékek, ezen át kell tennie magát. Sikerülni fog, hiszen itt látható egy új kezdet, kicsit tapasztalatlan, itt a múltról van szó, a fájdalmas emlékekről, de a jelenben és a jövőben itt elfoglalja a helyét, hiszen ő megjelenik itt, mint egy király, tudja, hogy mit akar, fontos döntéseket fog hozni. A kezében van ez a bot, tehát kezeli a dolgokat, kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, a testi kapcsolatokat is. Itt látható, hogy átnyújtja a kejhet, kimutatja az érzelmeket, ami itt is látható. De ez a kehely nem csak az ő érzelmeire utal, hanem a tiédre is. Tehát te is ki fogod mutatni az érzelmeidet. Amit ez a kehely számodra még jelent, a belső forrás. Itt van az intuíció, az inspiráció, és ez szerencsét hoz számodra, hiszen a csillagok a szerencsét jelentik, azt is, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, ahogy itt a sors könyvében meg van írva. És miről van szó? Itt látható a szerelem kettőtök között, ez a vonzalom. Azon kívül ez a kártya mindazt jelenti, amit szeretsz, amit kedvelsz. Ez lehet a hivatásod, a hobbid, a család, a művészet, a sport, az utazás, a gyermekek, és természetesen jelenti a szerelmi kapcsolatot is. Mindezt megkapod az élettől, hiszen itt szerencséd lesz, kell a bizalom, minden úgy alakul, ahogy a sors könyvében ez meg van írva. De mielőtt
lesz ez a változás. Itt úgy érzed először, hogy összeomlik minden, de ez jóra vezet, hiszen ez a torony jelenti azt, hogy mennyire fontos lezárni a múltat, hogy legyen egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!